Önök az Emplén Televízió híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreinkkel kezdünk. 783 éve avatták Szentté Erzsébetet, szentmisével emlékeztek a szent életű királylányra Sárospatakon. Az 1944-ben a városból elhurcolt zsidók emlékeztek Sátoraljaújhelyen. Több mint 300 gyermek lépett fel a pünkösdi gyermek tánc találkozón Sárospatakon. Ebben az esztendőben a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának emléknapján és Szent Erzsébet szentté avatásának 783. évfordulóján megtartott ünnepi szentmisét Böcskei László nagyváradi megyés püspök celebrálta. A pünköst hétfőn Sárospatakon megtartott egyházi ünnepre elsősorban zempléni, abaúji, bodrogközi, hegyközi településekről, valamint a határon túlról is érkeztek zarándokok és hívek. A vízikapunál megtartott szabadtéri misén közel 600-an vettek részt. A Sárospataki Pünkösdi Szent Erzsébet Napok rendezvény sorozat kiemelt eseménye az Árpádházi királylány szentté avatásának és a Boldogságos Szűz Mária emléknapjának tiszteletére megtartott ünnepi szentmise. Több éve ennek a vízikapu ad otthont. Az esemény keretében elsőként Aros János, a település polgármestere az esemény jelentőségét méltatta. Szent Erzsébet életútja megtestesíti mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket a Szentlélek jelent. Szent Erzsébet, ahogy mindannyian tudjuk, itt született 1207-ben, néhány méterre tőlünk. Jelenlétét érezzük minden napjainkban, ma is itt él közöttünk. Érezzük Szent Erzsébet jelenlétét, amikor megújult templomainkban hallgathatjuk a szentmisét, vagy éppen az istentiszteletet. És érezzük Szent Erzsébet jelenlétét, ha az utcán találkozva egymásra mosolygunk, beszélgetünk egy kicsit, megállva a mindennapi hétköznapi rohanásban. Legyünk hát büszkék, ne csak a mai napon, hanem az év minden napján magyar hazánkra, és legyünk büszkék magyar nyelvünkre. Legyünk boldogok a Szentlélek tartalmával. Ebben az esztendőben Böcskei László nagyváradi megyés püspök celebrálta a szentmisét. Köszöntőjében elmondta, a pünkösdi öröm csak fokozódik abban, hogy együtt ünnepelhetjük Isten jóságát és gondoskodását, mellyel égi édesanyát rendelt nekünk. Az igazak emlékét áldva emlegetik, mert az igazak javán örül a város. És ahogyan az zarándokokhoz illik, én sem jöttem üres kézzel, mert magammal hoztam a kérések és a felajánlások csomagját, azt a szeretet fonalával átkötött csomagot a magam és a híveim nevében, amely csomagban benne van múlt, jelen és jövő, de mind azzal a hittel és vágyakozással, hogy Isten a kimeríthetetlen jóság és szeretet, aki mindig tartogat valami jót, ami számunkra. A megyés püspök mindezek mellett méltatta a zarándok utak és kezdeményezések fontosságát. Többet így a Sárospatakról Kassáról tartót is példaként említette a jelenlévőknek. Nagyra értékelem a zarándoklatokat, de főleg azokat a kegyelmi forrásokat, amelyeket az ilyen alkalmak feltárnak a hitében erősödni vágyó ember életében. A keresztény ember élete is egy út és haladás, amely Isten jeleinek felfedezéséhez vezet azért, hogy hatni tudjon életünkben az ő megérintő kegyelme. A szentmise után körmenet indult a Szent Erzsébet terekével, majd megáldották a zarándok útra indulókat. 1944. május közepétől június 4-ig több ezer zempléni zsidó embert vittek el a Sátoraljaújhelyi kishatár átkelőn keresztül Auschwitzba. A gyűjtőpont a mai vállalkozók háza, akkori zsidó népiskola volt. Ennek emlékére a Zempléni Regionális Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány megszervezte az emlékezés napját. A ház korábban felkutatta épületének történetét, Kaestenbaum zsidó iskola múltját, innen indult el kezdeményezésük, amely az egykor itt élt zsidóság emlékét szeretné fenntartani.
A Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány székháza egykor zsidó népiskola volt. Falai között sok száz zempléni zsidó gyermek tanult. Ám az épületet nem csak az itt tanuló nebulók látták egykor, de a II. Világháború során sok ezer zempléni zsidó ember is, aki itt töltötte utolsó éjszakáját, mielőtt elhurcolták őket Auschwitz-Birkenau-ba. Erre emlékeztek tegnap a ház falai között. A mai napot azért választottuk, mert ez a nap volt, amikor a második nagy csoportot elvitték a kisvasútra és a kisállomásra, és vasútra vitték, és elvitték őket Birkenau, Auschwitzba. Rájuk emlékezünk, 15 ezer ember volt ebben a gyülekező helyen, itt, és ebben az udvarban volt az utolsó állomásuk, Sátoraljaújhelyen. Innen a Rákóczi utcán lesétáltak és elvitték őket a kisállomásra, utolsó sátorra, jó egy útjukra. A megemlékezésen részt vett Markovics Zsolt, miskolci főrabbi, aki beszédében arra tért ki, milyen fontos, hogy megmaradjanak az elhunytak emlékei. A zsidó közösségek eltűntek, de a hozzátartozók keresik a gyökereiket, és ezért meg is kell tartani mindent, ami a felmenőkhöz vezet. Zemplénben, Észak-Kelet-Magyarországon sok csodarabbi is élt. A csodarabbik sírjához máig sokan látogatnak. Az emlékhelyek felújítását pedig a magyar állam támogatásával már el is kezdték. Azért, mert alapjában véve nem zsinagógák épültek, hanem ilyen kisebb imaházak, ezt a jidis úgynevező stébelék, imaszobák. Tehát megvettek egy épületet esetleg, vagy kibéreltek egy épületet, és ott szobákat alakítottak át, és az Isten tiszteletek ott történtek, vagy pedig imaházak létesültek, és ezek is jóval kisebbek voltak, mint mondjuk a nagyobb városokban épített zsinagógák. Az azért az megfigyelhető, hogy városi szinten, ha nézzük az országot, Szegedtől, Miskolcon keresztül, Pécsen át Győrig, ahol jóval nagyobb társadalmi élet volt, ahol jóval többen laktak, ott rendszerint megmaradtak a zsinagógák. Nyilván van olyan hely, ahol már nem az eredeti funkciójában, hanem koncertteremként, könyvtárként, ilyen mondjuk a Bajai zsinagóga, vagy ilyen a volt Kecskeméti zsinagóga. És azt látni, főleg ezen a részen, tehát az észak-kelet-magyarországi részen, ahol rengeteg haszid közösség élt, világhírű rabikkal, akiknek a követőik ma is a világ számos pontján élnek, és követik azt az utat, amit az elődeik megmutattak, és járnak vissza az elődök sírjához, hogy ezeken a helyeken érdekes módon alig-alig maradt meg imaház. Úgy tudom egyébként, hogy több kezdeményezés is van arra, hogy ezeken a szent helyeken, beleértve Újhelyt, Keresztúrt, Nagykálót és Olaszliszkát, Újfehértót, azokat a helyeket, ahol a mai napig rengeteg csodarabbi sírja található, Nyírtas, ugye a Tasi Rebbe, aki világhírű, és akinek Kanadában van közösség, hogy ezeket a helyeket rendbe hozzák. Sátoraljaújhelyen lakosságszámhoz viszonyítva arányaiban a legtöbb zsidó ember élt. Visszatérni mégis nagyon kevesen tértek vissza ide, aki pedig túlélt, már nem maradt a városban. Miskolcon az újra formálódó hitközség a vallás és a zsidóság megismertetésére törekszik. A nyitásunk mindenképpen az elsődleges célja az, hogy megmutassuk magát a vallást, a vallási értékeket, hogy a könyv népének milyen értékei vannak, és szeretnénk még egyszer hangsúlyozva, hogy az emlékezés és a holokauszt az ne csontsovány emberekről szóljon, ne az auschwitzi képekről csak, hanem valóban egy olyan élő és virló hitközségről, emberekről, közösségről, amelyek a jövőben ugyanolyan részesei lehetnek akár egy kis falunak, vagy egy városnak, mint ez a holokauszt előtt volt. A megemlékezés a Zemplén Televízió munkatársai által készített filmvetítéssel és a kis határátkelőig tartó emléksétával ért véget. Több mint 2,5 évtized zajlik Sárospatakon a pünkösdi gyermektánc találkozó. A hagyományozó rendezvény nem csak a környező tánccsoportok számára biztosít fellépési lehetőséget, minden mozzanatában a pünkösdi hagyományokat eleveníti meg. Idén több mint 300 gyermek táncolt a Szent Erzsébet ház udvarán.
26. alkalommal rendezték meg Sárospatakon a pünkösdi gyermektánc találkozót, amely a népi hagyományköré épülő kulturális programként egyben a város egészére kiterjedő pünkösdi ünnepségsorozat nyitó rendezvénye is volt. Az utóbbi 3 évben a Szent Erzsébet katolikus általános iskola tanulói is kiveszik a részüket a rendezvényekből, ez alkalommal is egy jelenetet adtak elő a város szülötte Szent Erzsébet életéből. A tanítványainkkal szemben is próbáljuk egymással szemben is ezt a szeretetet továbbadni, a segítőkészséget, az önzetlenséget. Ez minden formában megjelenik a tanórán kívüli tevékenységeknél is. Valamint az, hogy türelmesek legyünk egymással, próbáljunk egymásra jobban odafigyelni a mindennapok során, a rohanó élet mellett nagyon fontos az, hogy az Isten szeretetét és Szent Erzsébet szeretetét is továbbadjuk a körülöttünk élők számára. A gyermektánc találkozót megnyitó Csatlósné Komáromi Katalin szerint a Szent Negyed megléte, az Erzsébet kultusz erősödése és a fiatal táncosok szereplése egymás kiegészítve teszik hagyományőrző programmá a tánc találkozót. Két fontos üzenete van, az egyik szintén ez a generációkon át öröklődő hagyományőrző rendezvény, másrészt pedig, hogy egy fontos fórum a térség táncosainak, hiszen itt a tanév végéhez közeledve minden csoport a tudása legjavát mutatja be, vagy esetleg készít olyan koreográfiát, amely konkrétan a pünkösdi ünnepkörhöz is kötődik. A pünkösdnek számos népi és vallási hagyománya van, ezek mind fellelhetőek a pataki forgatagban. Vannak egyházi programok, vannak a középkori hagyományokat felelevenítő Szent Erzsébet életéhez kötődő programok, és mi pedig a pünkösdi népszokásokat, illetve hát a pünkösdi bálok hangulatát próbáljuk megidézni ilyenkor. Tehát azt gondolom, hogy ez a sokrétűség jellemzi itt Sárospatakot és ezt a hétvégét, ezt a hétvégi ünnepkört, és ennek 26. alkalommal maga ez a gyerektánc találkozó is a szokás felelevenítésekkel, a néptánc bemutatókkal, a táncházakkal, a mulatságokkal ez a része. A pünkösdi gyermektánc találkozón 10 tánccsoport vett részt, a délután során több mint 300 gyermek állt színpadra, hogy bemutassa a tánctudását. 21 napirendi pontot tárgyalt legutóbbi ülésén Sárospatakváros önkormányzata pénzügyi bizottsága. Ennek keretében több önkormányzati tulajdonnal is rendelkező cég tájékoztatóját ismerhették meg a jelenlévők. Zárt ülés keretében pedig több kérelem kapcsán is állást foglaltak a bizottság tagjai. A Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségi Társaság 2017. évi működéséről, a mérleg és eredmény kimutatásáról, valamint a 2018. évi pénzügyi tervéről tájékozódhattak a szakbizottság tagjai. Az elnök szerint több eredményt is fel tud mutatni a cég, ami ilyen értelemben érintheti a lakosságot is. A tavalyi évvel kapcsolatban ugye még a kötvénykibocsátásból fakadó fejlesztések miatt 256 millió forint hiánnyal küzdködtek, de tavaly 133 millió forint állami támogatást kapott a Patakhő Kft. Kompenzálandó ugye ezt a tartozást, és így jelentősen csökkent a hiánya. Ugyanakkor igazgató úr elmondta, hogy ez mivel bevételként könyvelték el pénzügyi szempontból, ezért ennek az adóvonzatát is ki kellett fizetni, amit megfelelő módon kigazdálkodtak, úgyhogy a 14 millió forint befizetendő adó mindenféle egyéb módszerekkel ez 4 millió forintra csökkent. A gázár kapcsán is született eredmény, tette hozzá az elnök. Idejével kapcsolatban örömmel tájékoztatott minket, hogy olcsóbb gázt sikerült arra ajánlatot kapni a Patakhőnek, de ugyanakkor, mivel hogy olcsóbb gázt sikerült beszerezni, ezért az energiahivatal csökkenti az állami támogatást, úgyhogy miután olcsóbb gázt szerzett a Patakhő Kft., ez az olcsóbb gáz 25 és 50 millió forint között összeggel fog többe kerülni, mint a tavalyi évben, úgyhogy ez ilyen faramuci helyzet. Hát reméljük, hogy az energiahivatal meggondolja magát, és nem csökkenti annyival az állami támogatást. Ezt követően a jelenlévők a Zeppelin Televízió közhasznú non-profit korlátolt felelősségű társaság 2017. évi működéséről, a mérleg és eredmény kimutatásáról szóló beszámolót is meghallgatták. Az elmúlt évek hányatatásai
után a bizottság javasolja a képviselőtestületnek, hogy fogadja el az Emplén TV tavalyi mérlegítés eredmény kimutatását. Ugyanis már a rendelkeznek a könyvvizsgálói ellenjegyzéssel is, ami kifejezetten bizakodásra adhat okot az elmúlt évek bizakodásával kapcsolatban, úgyhogy egyelőre bízunk, illetve továbbra is bízunk az igazgatónak a munkájába, és sok sikert kívánunk a munkatársaknak is. A bizottsági elnök hozzátette, a gondozási központ beruházási előirányzatának növelését kérte, mert 90 ezer forint értékben szeretné a Kossuth utcai idősek otthonának kerítését újraépíteni. Ennek kapcsán, illetve a többi napirend esetében is pénteken születik végleges döntés. 100 millió forint az elmúlt évi összeg kétszeres áll rendelkezésére, idén a súlyosan mozgáskorlátozott személyeknek gépkocsi vásárlásra az Autó Plusz 2018 pályázat keretében. Az 50%-os intenzitású pályázat vissza nem térintedő támogatásról szól, és azok adhatják be, akik elektromos kerekesszékkel vagy önhajtós kerekesszékkel közlekednek. Változtattak a lehetőségautó programon is, és megszüntették a támogatás mellé kötelező feltételként társuló hitelfelvételt, használt vagy új autót saját önrészsel is vásárolhatnak támogatással a fogyatékkal élők. Megduplázott keretösszegre pályázhatnak a mozgásukban akadályozott személyek autószerzési támogatásként. Az Autó Plusz támogatást tavaly írta ki először a szociális ügyekért felelős államtitkár, akkor is több százan jelentkeztek erre a vissza nem térítendő támogatásra. Idén 100 milliós a keretösszeg, tudtuk meg a MEUSZ zempléni tagjától, Székely Józseftől. 15-től azon dolgoztunk, hogy a tényleg nagyon súlyos mozgássérültek is állapotunknak megfelelően juttassanak támogatással olyan gépjárműhöz, amivel ugye stabilan, megbízhatóan tudják őket szállítani. A pályázat két kategóriából áll, van egy A kategória és egy B kategória. Az A kategóriás pályázat az kimondottan azon súlyos mozgássérülteknek szól, akik életvitelszerűen elektromos kerekesszékbe vannak. Az Autó Plusz támogatásnál tehát az elektromos kerekesszéket vagy az önhajtós kerekesszéket, elektromos mopedet használók pályázhatnak. Nem csak a mozgásukban akadályozott személyeknek szól viszont a lehetőség autó program. Itt megyénként van keret új és használt autókra, de a kihasználása eddig alacsonyabb volt a forrásnak, mert kötelező hitelfelvétel is volt a feltételek között. Megszüntették a kötelező hitelfelvételt. Tehát, hogy kifogásoltuk azt, hogyha valakinek megvan rá a pénze, akkor még kötelezik arra, hogy hitelt vegyen föl. Tehát új autónál, használt autónál nincs kötelező hitelfelvétel. A lehetőség autópályázat folyamatos, az Autó Plusz támogatás beadási határideje május 31-e. Hobbi vagy megszállottság? Mindenki másként vélekedik a veterán autózásról. Az azonban tény, hogy azok a tulajdonosok, akik régi járművekkel rendelkeznek, sokszor időt és pénzt nem kímélve csinosítgatják járműveiket. Térségünkben is élnek régi jármű tulajdonosok. A sátoraljaújhelyi születésű Madák István 1975-ös díjnyertes Mercedes-e a hétvégén rótta az utakat a város környékén. Veterán autóval érkezett Madák István a hétvégén tartott veterán autó bemutatóra Széphalomba. Nem is akármilyen járművel, egy többszörös díjnyertes, 43 éves Mercedes-szel. A gépkocsi legutóbb a május 12-én és 13-án Kulcson megrendezett Mercedes találkozóról hozta el a legszebb Mercedesnek járó trófeát. 1975-ös magyarországi forgalomba helyezés. 43 éves az idén, és hát röviden ennyi, 220 dízel. A Mercedes-Benz sikereihez tulajdonosának kezemunkája is hozzájárul. Ahogy a többi megszállott veterán autós, ő is a megvásárlást követően javította, csinosítgatta a járművet, és természetesen ragaszkodik a veterán autóhoz. Tulajdonképpen nem volt rossz bőrben, mikor megvettük, de azért rengeteg mindent javítgattunk rajta, úgy, mint váltó, diffi, fékek, futómű, meg egy kicsit a kasznit is, a fülketetőt, azt én fóliáztattam le fehérre,
meg kis díszek rajta, amik vannak. Azért ragaszkodom, mert egy élmény vezetni, ugye egy jó feeling benne ülni, sok lájkot kapunk az utcákon. Madák István azok közé a veterán autósok közé tartozik, kik óvják, védik a régi járműveket. Garázsban áll, és csak jó időben, nyáron kerül elő a Mercedes. Veterán autós találkozókon mutatja be. Télen vagy eső esetén szigorúan a gépkocsi tárolóban van a helye. Így igyekszik megóvni állagát. Sziasztok! Jó, sziasztok. Híradónk végén nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. 783 éve avatták Szentté Erzsébetet, szentmisével emlékeztek a szent életű királylányra Sárospatakon. Az 1944-ben a városból elhurcolt zsidók emlékeztek Sátoraljaújhelyen. Több mint 300 gyermek lépett fel a pünkösdi gyermek tánc találkozón Sárospatakon. Kedves nézőink, Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, melyet újra megtekinthetnek a www.zemplintv.hu weboldalon. Mára megköszönöm, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!